és elfogadta meghívásunkat a Tankcsapda. Ti vagytok a pénteknek az egyik legnagyobb sztárvendégei, úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk titeket. Köszönjük. Milyen érzés harmadszorra színpadra lépni? Itt Martoson. Köszönjük szépen. Az a helyzet, hogy most már nyugodtan mondhatom, hogy ismerősként jöttünk ide. Amikor először jöttünk, ezelőtt pár évvel, akkor igazából a helyszínt csak nehezen találtuk meg. A tavaly évben már könnyebb volt a dolgunk, most már tudtuk pontosan, hogy merre kell jönni, úgyhogy tök jó dolog. Örülünk neki, hogy megjegyeztétek az utat. Remélem, jövőre is ide találtok. Legyen úgy. Hogyan éritek el azt, hogy minden évben a toplista élén álltok, és a rajongókat a szöveg, vagy pedig a dallam az, ami megfogja? Mi a titkotok? Azt gondolom, hogy titokról nem igen lehet beszélni szerintem. Vagy ha igen, akkor maximum annyira volt, hogy nincs titok. Egyszerűen csak azt gondolom, hogy azt csináljuk, amit a legjobban tudunk, a saját gondolatainkat zenében meg szövegben összefoglalni, ezekből dalokat faragni, azokból lemezeket csinálni. És hogyha ez találkozik sok embernek a gondolataival, vagy az ízlésvilágával, akkor előbb-utóbb egy zenekarból, a Tankcsapdából is egy népszerű előadó lesz. Nyilvánvalóan a közönség teszi a zenekart népszerűvé, hiszen csinálhatnám mi bármilyen zenét, vagy bármilyen szöveget, vagy bármilyen dallamot, ahogy te fogalmaztál a kérdésben. Hogyha ez rajtunk kívül senki más nem érdekelne, akkor nem beszélgetnénk most itt, és nem lennénk ezen a fesztiválon sem. Az a helyzet, hogy ezt a kérdést, hogy mi a zenekar titka, a népszerűségünknek mi a titka, ezt sokan sokféleképpen megkérdezték már, próbálták megfejteni időzőjelben téve, de igazából szerintem nincs megfejtés, mondom maximum, hogy nincs titok, egyszerűen csak tesszük a dolgunkat, igyekszünk a lehető legjobban tenni mindezt, és hogyha ez, mondom, találkozik sok ember gondolataival, akkor ebből előbb-utóbb egy népszerű zenekar lesz. Hozzáteszem, hogy Laci szerénkedik kicsit, de nyilván a Tankcsapda köztudottan azért a szövegeiről eléggé elhíresült. És a Laci, mint ugye szövegíró, tehet erről, de hát most mit csináljunk. És nyilván ezzel nem akarom a zene jelentőségét kisebbíteni, csak válaszolva a kérdésedre, azért egy elég vehemens része, valóban azt gondolom, hogy olyan szövegek jönnek ki Laci tollából, amit nagyon sok embert megérintenek, és nyilván a kettő együtt áll össze egy egészét, tehát a zenével együtt, meg viszont nagyon betalál egy jó gyomros a közönségnek, jó értelembe véve. Meg hogyha valaki most hallja Sidének a hangját, az sem véletlen, hogy nem ő énekel, hanem én. Így azért van. Ez nem minden. Azért az elmúlt 25 évben elég sok lemezt adtatok ki. Egyébként majd itt a színpadon minden lemezről elhangzik egy-egy dal? Én azt gondolom, hogy olyan túl sok lemezt azért nem adtunk ki az elmúlt 25, vagy most már inkább 26 évben. Új dalokat tartalmazó stúdió lemezből szerintem 13-at vagy 14-et csináltunk. Ez persze attól függ, honnan nézzük, hogy sok vagy kevés. Mindenesetre a kérdésedre válaszolva nem játszunk szerintem minden lemezről ma este. Annál is inkább sem, mert ez a mostani turné ebben az évben, ez február közepén indult és egészen december legvégéig tart. Ez a tavaly ősszel megjelent legutóbbi lemeznek a bemutató turnéja, és annak is a ma esti koncertje egyfajta lemez bemutató koncert. A legutóbbi lemezről játszunk legalább egy 5-6 dalt, nem is tudom pontosan. Meg hát persze nyilván játszunk régi dalokat is, de a műsor összeállításakor nem volt szempont az, hogy minden lemezről játszunk dalokat. Ez nem egy best of turné, nem egy nosztalgia turné, ez egy új lemez bemutató turnéja, ahol az új dalokon kívül persze játszunk jó néhány réget is. És az utolsó kérdésemet azt a fesztiválozó csajok nevében tenném fel, hogy koncertetek során szoktatok csajozni? Nem, a koncertjeink során nem szoktunk csajozni, ugyanis nem tudunk, mert a gitárokkal meg a dobokkal el vagyunk foglalva. Koncert után? A koncerten meg berúgunk általában. Jó. Köszönöm. Akit érdekel, járjon utána. Egyébként jó. Köszönjük szépen a riportot, és kívánok nektek óriási nagy vastapsot a színpadra. Köszönjük szépen. Minden jó. Köszönöm.